Tételnek ezeket a képes történeteit, azt hiszem, hogy mindenkinek nagy-nagy megnyugvás volt, hogy láttuk magunkat. Balázssal együtt szeretném a következő évek történetét visszaemlékezésképpen elmondani. Mi igazából 15 tavaszán ugrottunk fejes a nyugdíjas életbe, nyugdíjas munkába, akkor kaptunk tőletek bizalmat. Mindjárt egy Örökítja Fesztivált Szent Iványon, akkora sikerrel, hogy ott 600 ember tombolt tapsolt, és az a 600 ember azért jött el, hogy még egyszer is megnézze, nem ugyanazokat, hanem azokat, akik kimaradtak, és itt láttuk is egy képet, jövőbarátra kérezkedtünk be, és azóta is itt nagyon jól érezzük magunkat. Köszönjük szépen a polgármesterünknek és a házvezetőinek, mert ezen is hát, ha jól emlékszem, 26 csapat vett részt, és volt egy 4-5 órás non-stop előadás, és hogy milyen, azon majd ismét meg tudjátok tapasztalni. Úgy oldottuk meg ezeket az Örökítja Fesztiválokat, hogy a legjobbakat mindig tovább jutattuk a megyei, illetve a regionális versenyekre. A regionális verseny, szavaló versenyeket azt így Győrbe rendeztük, az Arabona segítségével, és Szombathelyre az együttműködés keretében oda mentünk el a dalosainkkal, és onnan jutottak vissza az országosra, és minden augusztusban az országos dalos verseny mi rendezünk itt a Hotel Famulusba. Hogy milyen sikerrel? Hát a legelső 15-ben 33 fellépőnk volt 14 megyéből, és ha jól emlékszem, 5 szlovák vendégünk is, és ők is visszahívnak bennünket mindig szeptemberbe, a mi aranyérmeseinket visszük oda ki. Így volt ez 15-ben, 16-ban és 17-ben is. A következő, amit szeretnék megemlíteni ebből az évből, az a Szent Mihály napi forgatag Csíkvándon. Ott születi felvonulástól kezdve főzőverseny, 13 csapat fellépett, és előtte Litovszki Karcsi bácsi, meg Kulcsár Sándorné jól megtornáztatott bennünket. Csak attól féltünk, hogy az eső elmos mindent, és képzeljétek, egy hét eső után felállították a sátrat, ami borzott, mert ma addigra olyan jó időre, és azt mondtuk, hogy na ezt mi megismételjük, és a következő évben meg is ismételtük. Mindezekről én azért nem mutatok képeket, mert már Péterék jóvoltából videó felvételek készültek, és a Szalai Lívia megmondhatója, hogy mennyit kell megvárni, meg fölrakni, és ezeket a DVD-ket mindig meg is lehet vásárolni, mert ez így nekünk is egy örök életű dolog lesz. Az ősz folyamán szintén elindult a Nagyinek Kéz és Péter, erről már beszélt, és hát most elárulom te nektek, hogy én is úgy kerültem ebben a mozgalomba, hogy végeztem, nyugdíjba mentem, és akkor na menjünk el a Nagyinekre, és Péter ott szólt, hogy hát azért tisztulítás lesz, és vezetőket is keresnek. Hát így kerültünk ebbe a forgatagba a Nagyinek révén. Karácsonyi műsort ebben az évben dr. Pető Péter támogatásával az én volt iskolámban, a Piros iskolában csináltuk, és ott a klubvezetőkön kívül az iskola diákjai és a győrűbaráti kórus is fellépett, a nyugdíjasok, tehát ezzel is színesítettük a palettát. Megemlíteném, hogy minden évben szervezünk kirándulást, és ezeknek a kirándulásoknak a főszervezője Merlini Eta, Birgauer Magdi a külföldi, és nagy-nagy segítség nekünk az, hogy mindent leszerveznek. Az idén már kérném szépen 5 csapat volt, 2 Pécsen, 1 Ausztriába, 1 azt hiszem Szlovénia, Erdély, és Karcsi bácsi nagyon aranyos volt, Litovszki Károly elvitt bennünket Kárpátaljára, és ezt a kapcsolatot az idén is szeretném folytatni, mert ahogyan ott bennünket fogadtak, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megismételjük. 2016-ban olyan változást hoztunk be, hogy 4 helyszínre hittettük meg ezt az Örökítja Fesztiválját, mert már annyi jelentkező volt, klubok száma ekkor 108 a megyében, és képzeljétek el, 96-ból jelentkezett csapat, hogy ők részt vesztek dallal, tánccal, szavalattal, vidám mesével, énekkel, mindennel, és ezért 4 helyszínre úgymond kérezkedtünk be. Ez volt Petőháza, Vőssárkány, Győrszent Ivány és Győrű Barát. Ezeken a rendezvényeken 1000 ember
nem mint szereplő, de kísérők is igenis részt vettek, és mindig nagyon jól érezik magukat. És engedjétek meg, hogy itt köszönjem meg a polgármestereknek azt a hozzáállását. Ingyen kapunk termet, ingyen kapunk berendezést, és olyan szeretettel fogadnak bennünket, hogy a helyi nyugdíjasok azok mindig egy kis lakodalmat csinálnak, úgy fogadnak bennünket, és tényleg nagyon-nagyon köszönjük. A következő rész az országos dalos találkozó. Itt volt egy olyan emberünk, idézőjelbe asszonyunk, aki 15 éven keresztül végig itt volt és mindig aranyérmet kapott. Ő Róza asszony Bográd megyéből, és ezért a György Ajosz elnöke felajánlotta, hogy ő legyen egy olyan díj, hogy Róza díj, és minden évben a költségét meghívjuk, és egy embernek, akit ő kiválaszt, ő adja át ezt a díjat, mert ő mondta, hogy már 15 arany után elfáradt, és átadja a helyet a fiataloknak. Na hát ezt a díjat az idén először szoktuk. Pozsik Joannina-nak hívják, én köszönöm szépen. Eger Csehiből érkezik hozzánk minden éve. Mindig pályázatokat írunk, minden, ami megjelenik, minden pályázunk, és volt egy olyan sikeres pályázat, hogy Ikrénben meg tudtuk rendezni azt a megyei gálát, ahol a főzőversenyen kívül, a sportvetélkedőkön, a kulturális vetélkedőkön kívül azok a megyében jól szerepelt klubok, csapatok felléptek, és a megyei gálát május 21-én tudtuk megrendezni. Az iskola diákjai, a helyi polgármester, a tanárok, mindenki segített nekünk ebben, köszönjük szépen. Itt volt a nagy unokák írásai alapján az én nagypapája, nagymamája díj átadása. Én azt hiszem, hogy ezt a hagyományt kellene folytatjuk, mert ahogyan azok a gyerekek írtak a nagyszülőkről, és ott kiálltak, és megtapsolták a nagypapát, nagymamát, hát azt hiszem, szemben maradt ott szárazó. Csillagércen ebben az évben háromnapos érdekvédelmi konferencia volt a rendezvényen, az első nap érdekvédelem volt, a másik a országos dalkörök találkozója, és a harmadik nap a sporté és a főzésé volt. Hát sajnos ez az idén abban maradt, hát reménykedjünk még, hogy valahol a jövőjét meg tudják szervezni, mert hát Csillagércen utoljára voltunk, mert eladták Csillagércen. Az idősödi támogatásával Péter említett, hogy az alkotó kiállítását minden évben megcsináljuk, és köszönöm szépen azoknak a nyugdíjas társaknak, akik veszik a fáradtságot és kiállítanak, mert tényleg nagyon sok szép dolog van ott. Az idősödi tanács, illetve Győr városától kapunk olyan jegyeket, mint például Haraszti László vagy Kovács Kati dalestére, vagy pedig a Dalkó Rádió műsorára, vagy éppen a nyosztól a cirkusz jegyeket, és ezeket mindig úgy szeretnénk, úgy osztjuk ki, hogy akik el tudnak menni egyrészt, és azok, akik nagyon aktívak a közösség életében. 17-es év. Nos, hát Egerben mondtam a két csoportot, Erdélybe, és a hagyományos bálokat is minden éve megtartjuk. Mindig kettőt kell rendezni, mert egyszerre sose férünk be a Tisztai étterembe, és a Harsanyi bál 18-ban is megtesz, februárban, hogy pontosan mikor, azt még egyeztetnem kell, de remélem ott is két csapatunk lesz. Nagyon-nagyon megköszönöm, hogy új helyszínen is részt tudtunk venni a Örökítja Fesztiválját, mert ezt a kinyitott az idén, illetve tavaly Fertőszent Miklóson, Citera Fesztivállal, és az idén pedig Ravaszdal tudtuk megrendezni, mert minél több helyszínre szeretnénk kimenni, és a közlekedéssel azért elég sok probléma van, és sokkal jobb, hogyha oda jönnek helybe a klubok kisebb távolságról, és akkor mi megyünk ki, és bevezettük azt, hogy most már mindenhol egy ilyen állandó felállású zsűri pontoz, és nem rendezünk külön megyei dalos találkozót, hiszen ugyanazok vesznek rajta részt, viszont ezek sokkal, de sokkal színesebbek, hogyha vers, szavalat, tánc és mindenféle fellépés, amit a klubok csinálnak, megtörténik. Az idén Székesfehérváron volt a kórus találkozó, itt Elese és Lévi vett részt. Győrben az országos dalosor Mozgai Éva, Nimek Györgyné, Takácsné, Ilike, Szlovákiába vittük ki jutalomképpen, mert olyan jól szerepeltek, de azokat, akik aranyérmesek van, itt a gálamisorban szintén láthatjátok. A
Egerben volt a legutolsó most az ősszel pedig az Acsalagi és a Fertőszent Miklósi hagyományőrző kör, illetve az a mi tréfás kerbi asszonyunk vett részt, és ők is aranyérmesek lettek. A abdaiak csillagéccel léptek föl, a hagyomány a gyöngyvirág dalárda, a móváriak szintén aranyérmet nyertek, ők is meghívást kaptak erre a rendezvényükre. Sejterít volt még oda, ő most beteg és nem tudott itt eljönni. Ezért is állandó programokkal vagyunk ellátva, úgymond, mert mindenhova hívnak bennünket, kistérségi találkozókra, kerek évfordulók megünneplésére. Az idén ősszel tanulni egy életen át címen nyertünk csak pályázatot, ami arról szól, mivel zárójel nagyon sok pedagógus van a vezetőségünkben, olyan témákra koncentráltunk, hogy mozgáskultúra, ebbe túrabot használata, sportversenyek, Kulcsár Sándor mi a felelőse, német nyelv tanítása alapfokon, Kengyel Zsuzsa, háztartási balesetek, ez az évre szóltom, első segélynyújtásnál mi a teendő, dr. Szeri Béla az őszi előadásnál megtartotta, de még a kórházzal egyeztetünk a gyakorlati részről, négytánc tanítást Kapuk János vállalta föl, hogy a szlovénelmi előadásra Horváth Lászlót kértük, nagyon-nagyon fontos dolgokat mondott nekünk Laci. A gazdasági ismeretek a kluboknak, mi az, amit mindenféleképpen a könyvelésbe meg kell venni, Szabó Károlyné végezte. Mindezeket előadásokat fényképezzük, videóra veszünk, Borossegi segít nekünk, és a DVD-re való áttétel, a megvágásra pedig Szalai Évinek a munkáját fogja dicsérni. Ez egy 160 órás feladatsor, és 18.-21-én egy nagy gálával fog véget vinni. Remélhetőleg a Bakonyba is már nem lesz hó, de ha nem, akkor is fogunk neki helyszínt találni. Kedves vendégeim, kedves tudtagok, ez a három év alatt több mint 100 rendezvényünk volt. Ami még hátra van, mivel nagyon csúnyán beállott az irodánk, ezért decemberben onnan ki kell költöznünk. A Fitness irodánkra új ablakot tesztek, fűtés és festés és kőlapok lerakása után remélhetőleg visszaköltözünk, de ha nem, akkor mivel karácsony közeledik, mi is írtunk egy levelet a Jézuskának. Arra kérlek benneteket, hallgassátok ezt meg. Kedves Jézuska, kérünk szépen egy földszintén, vagy emeleti irodát, de az utóbbihoz lift is tartozva. Ne kelljen 101 lépcsőn át fölmennünk, mert ez nekünk borzalmas változás. Kérünk egy számítógépet is, mert kettőből egy beállszó. Kérjük, a 10 beadott pályázatokból legalább 5 nyerjen, különösen az angolul megírt nemzetközi. Hát, ha ezeket teljesíteni, akkor a többit megoldjuk. Köszönöm szépen!